13. fejezet. A túlélő. Olivia oda ment a sofőrhöz és remordult. Már csak ez hiányzott. Miért van az, hogy te mindig a legrosszabb helyen vagy a legrosszabbkor? Miután segítettek neki kikecmeregni a kapu romjai alól, a munkások kerítettek egy fehér lepedőt, hogy arra fektessék. Manfred azonban nem volt hajlandó beteget jelenteni, hanem nyugodtan állva maradt és végignézte a bontási művelet beindítását. Motoros ruháját por és faszilánkok borították, az orra újra vérezni kezdett, semmiatt folyamatosan egy zsebkendővel kényszerült törölgetni, és ami a legrosszabb, a napszemüvege megint darabokra tört. Olivia felé fordult, és valami érthetetlen, hogy a mondatot megnyugodt. Megkérdezhetem, mi jutott beléd? Magadra borítod azt a kaput, agyon is csaphatott volna, kurholta a nő. Kemény koponyán van, vágott vissza Manfred. Egy jókor a szálka fúródott a hüvelykujj körme alá, amitől belengyelt a fájdalom, ahányszor csak a kezét megmozdította. Meg különben is, nem olyan biztos, hogy az én hibám volt. Már megint jössz a hangokkal, Manfred, nevette ki Oblivia. Talán az egyik gusztustalan madárkárogását hallottad. Én a házból hallottam a hangot, pont mielőtt a kapu kidőlt volna. Na és mit hallottál, halljuk? Ezt kapd ki, emlékezett vissza meglehetősen dühösen Manfred. A buldózer fémgolyója a ház tetejét verte. A kiklopsz munkásai precízen irányították be entről a masinát. Mindegyikük védőszemüveget és a fület védő fekete műanyag sisakot viselt. A tetőt alkotó napelemek egymás után törtek össze. Olykor a buldózer darukalja belengett, és a golyó a ház faláihoz és a támasztékaihoz csapódott hatalmas robajjal. Oblivia remekül szórakozott, a kezét dörzsölte izgatottan. Hát nem remek előadás? Lába közt egy utazó hátizsák volt, tele rejtélyes kacatokkal. De, remek, mutyogta Manfred az órához nyomott zsebkendő mögül. Hirtelen azonban a fémgolyó furcsán beszorult a ház egyik sarkához, és a Kyklopsz emberei idegesen próbálták kiszabadítani. Gyanús nyikorgással a tükrök házának egész szerkezete lassan forogni kezdett. Úgy tűnt, mintha valami biztonsági rendezés lépett volna működésbe, amely előbb elkapta a fémgolyót, majd aktiválta a ház forgását. Szerencsétlen hülyék, üvöltötte Oblivia. Megmondtam, hogy ez a ház tud forogni. Ahogy a ház forgott, a buldózer lánca ide jobban megfeszült. A Kyklopsz emberei egyre idegesednek tűntek. Ebből baj lesz, vonta a tanulságot Manfred. Ha a ház tovább forog, gondolta, akkor a lánc elszakad, vagy a buldózer borul fel. Még jó, hogy odébb parkoltam le a motort. Iszonyatos volt a hangzavar. Oblivia eltakarta a szemét a kezével. Miért kell nekem mindig szerencsétlen hülyékkel körbevennem magam? Kiáltotta, miközben a buldózer elkezdett dőlni, majd a földre zuhant, és a tükrök háza a földön vonszolta maga után. A domb tetőn a malmok